Szomorú napnak nézünk elébe, de nézzük meg, hogy vajon hosszú forró ősznek nézünk elébe a parlament esetében. Vendégünk Rétvári Bence, a parlamenti államtitkár. Jó reggelt kívánok, államtitkár. Szép reggelt kívánok. Hát az első három nap hozott némi izgalmat a parlament munkájába, illetve az első kettő, még a harmadik előtt állunk, ugye? Én úgy gondolom, hogy a harmadik nap is ugyanilyen izgalmas lesz, azért elég erősen indított a parlament, nem csak, hogy már augusztusban is üléseztünk, de hát alaptörvénymódosítással foglalkozott az előző napokban. Ez az ötödik módosítás, amelyet a nemzetközi vitáink lezárása érdekében, egyházügyekben, kampányhirdetések ügyében, Nemzeti Bank törvénymódosítás kapcsán, hiszen a PSL funkcióit átveszi, és az alkotmányban is megjelenik ez a módosítás. Ez egyébként a PSLFS ügy ugye vitát váltott ki uniós szinten is, ez megnyugtatóan rendeződik ön szerint, illetve azok a módosítások, amelyeket most megtett a parlament, ugye a bírák ügyében, az ügyáthelyezés ügyében, a kisegyházakkal kapcsolatban, ezek megnyugvást okoznak majd az Európai Unióban? Én úgy gondolom, hogy mindezek a mostani beterjesztett módosítások az európai tárgyalásaink végeredményét tükrözik. Mi úgy gondoljuk, hogy az előző változat sok esetben jobb volt, ugyanakkor Magyarországnak most az az érdek, hogy ezeket a vitákat lezárjuk, és ne legyenek ilyesfajta eljárások Magyarországgal szemben. Ezért itt egy-két helyen kompromisszumra jutottunk, és azokat átvezetjük az alaptörvényen is. Nem mi akartuk, hogy az ötödik módosítást, hanem ezek a nemzetközi viták generálták, és azoknak a lezárása. Tehát már a negyedik alaptörvénymódosítás sem a kormánynak volt alapvetően a szándéka, hanem az alkotmánybíróság döntése miatt volt szükséges, hiszen az átmeneti részből a törzsszövegbe kellett átemeljünk fontos rendelkezéseket. Úgyhogy ez az utóbbi két alkotmánymódosítás már mind külső impulzusok alapján érkezett. Mi a magunk részéről megalkottuk az alaptörvényt, ahogy az kerek, utána a földtörvény kapcsán kellett sarkalatosítani a földvédelmében bizonyos részeket a földtörvényből, most pedig az utolsó kettő, mondom, az külső nyomásra, egyrésztről az alkotmánybíróság döntése nyomán, másrésztről a nemzetközi vitáink lezárása érdekében született meg. De bízunk benne, hogy ezzel nem csak a túlzó deficit eljárás, de az egyéb Európai Uniós vagy Európa Tanácsi Velencei Bizottsággal kapcsolatos eljárások is végleg lekerültek a napirendről. Ugye ez egy olyan szeptember, ahol a Velencei Bizottságnak már nem szerepel a napirendjén Magyarország például. Nagyon fontos dolog, alapvető kérdés, hogy vajon az a hangvétel, ami a parlament őszi ülésszakának első két napját jellemezte, az vajon megmarad egész ősszel? Gondolok itt például ugye Illés Zoltán igen komoly vitát kiváltó megszólalására, Szél Bernadett megszólalása után, vagy válaszára. Én úgy gondolom, hogy Illés Zoltán, amikor ott felszólalt, utána az elnök megkérte, hogy vonja vissza az egyik mondatát, és kövesse meg a házat, Illés Zoltán azt rögtön meg is tette. Utána Kocsis Máté a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében elmondta, hogy elnézést kér azért az egy mondatért, ami véletlenül ott a vita hevében kicsúszott Illés Zoltán száján. Tehát egyértelműen elmondta a Fidesz-KDNP és az ülésvezető Lezsák Sándor elnök is, hogy mi az, ami ott hirtelen indulatból jött, és igazából bocsánatot kell érte kérni, és Illés Zoltán is ezt megtette. De úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a következő hetekben fokozódó vita lesz. Lesznek hirtelen indulatok a parlamentben? Igen, és nem csak azért, mert az ellenzék és kormánypártok között lesznek ilyesfajta torzsalkodások, hanem azért, mert jól láthatóan az ellenzék pártjai is egymást próbálják túl licitálni, és nyilvánvalóan az a hát látható versengés, ami ellenzéki oldalon, akár a Együtt PM és az MSZP között, akár a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc pártja között így kialakult, az nyilván egyfajta ellenzéki egymásra licitálást is fog jelenteni az őszi parlamenti szezonban, de bízunk benne, hogy azért ez azért a jó módon határain belül marad. Kampány megindult egyértelműen, most már az Európai Uniós választásokra is beindult a kampány, hivatalosan bejelentették ugye az Európai Parlamentből, hogy elindult. Viszont történt egy olyan parlamenti ügy is, ami nem a parlamentben hangzott el, de nagyon komoly és éles vita sorozatot indított el. Kövér László házelnök az Inforádióban mondta azt, hogy a parlamentek elsődleges feladata a későbbiekben az lenne, hogy az alapvető problémákat törvényi szinten megoldja, egyébként pedig a kormánynak lehetőséget kell adni a rendeleti szintű kormányzásra. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük az európai tendenciákat, ugye ezt a folyamatot valamelyes deregulációnak hívjuk, amikor tartalmi deregulációnak az a jogi neve, és azt jelenti magyarul, hogy azok a típusú jogi rendelkezések, amelyek nem igényelnek törvényi szintet, tehát nem alapjogokat érintenek, nem a legfontosabb garanciákat tartalmazzák, hanem a
most már gyorsan változó világban a gyorsan változó részletszabályokat, tehát amelyek nem a főbb keretek, hanem abszolút az egyes részletei a jogszabályoknak, azokat igyekezzünk kormányrendeleti vagy miniszterrendeleti ez azt jelenti, hogy szinten megjeleníteni. Ez esetben ez teljesen vállalható, és a 21. század fölgyorsult világának megfelelő megoldás lenne. Ennek ellenére mind az ellenzék, mind pedig elemzők nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez azért a 30-as éveket idézi vissza. Legalábbis szerint. Ugye a rendeleti kormányzás szó sok mindent jelenthet, valóban van egy rossz értelme is, de hogyha megnézik a mostani nemzetközi jogszabályalkotást, ugye sok országban, mondjuk azt hiszem Spanyolországban például úgynevezett szükségrendelet vagy rendelet, attól függ, hogy hogyan fordítjuk, gyors meghozatalára is van lehetőség, amikor törvényi szintű jogszabályokat hoz a kormány, és csak utólag 30 nappal később kell jóváhagyassa a parlamenttel, a parlament nem hagyja jóvá, akkor különböző jogkövetkezmények lépnek hatályba. De tehát gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy ezeket a rendeleteket később visszavonják mindenféle különösebb probléma nélkül. Ugye bármilyen rendelet visszavonható, csak azt akarom mondani, hogy Magyarországon azért még messze a törvényekben van a zöme a szabályozásnak. Ugye volt deregulációs programunk, amelyben százas nagyságrendben törvényeket és ezres nagyságrendben egyéb jogszabályokat helyeztünk hatályon kívül, hogy a túlszabályozottságát megszüntessük a jogszabályoknak, az egész jogi környezetnek, hogy jobban áttekinthető legyen. Magyarország azt mondhatjuk most is, hogy messze a törvényekre helyezi a hangsúlyt, ott jelenik meg nagyon sok szabály, és azok a garanciák, amelyek az állampolgárok jogainak érvényesítéséhez szükségesek, sokkal jobban megjelennek a magyar jogban, mint a spanyol vagy más európai országok jogában jelen pillanatban is, és ezt mi tartjuk is, csak ami fölöslegesen túlszabályozza a törvényi szintet, azt érdemes rendeletekben szabályozni. Ez teljes mértékben európai tendencia. Államtitkár úr, köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm.